ezerrel képzőművész akartam lenni, és közben történtek azok az események, hogy Kalózi Zoli bácsinak többször is volt előadása a Fővárosi Művelődési Házban. És hát az előadás után, mit az Isten, tolják félre a székeket a körterembe, a Fővárosi Művelődési Ház körterembe, és akkor jönnek azok a fiatal emberek, akik közül az egyik most velem beszélget, és hát kezdenek muzsikálni, és fiatalon meg táncolni kezdenek. Hát egyszerűen megdöbbentő élmény volt, az egy fantasztikus kinyilatkoztatása volt ennek a zene és tánc kultúrának. Elég hamar kikötöttem a Bartók együttesbe, és az utánpótlásba kezdtem táncolni, de akkor már közben rögtön, tehát igazán ugye a szívem mélyén az muzsikálás érdekelt, mert hogy tanultam én korábban hegedűt, csak abba hagytam, úgyhogy rá kényszerültem arra, hogy akkor ezt a cigány akadémiát végezzem, hogy elmenjek magam gyűjteni Erdélybe. Amikor a muzsikás együttes megalakult, muzsikás együttessé alakult a Bartók együttesben, még abban az évben alakultunk mi is, meg néhány hónappal később. Volt egy nagy robbanás, amikor a Bartók együttesnek akkora hatása lett az országba, hogy mindenki követni akarta. Hát ennek tanúi voltunk, mert én is mindenővé utaztam az együttessel, és hát tudjuk, hogy egészen releváció volt, amikor egy-egy újabb koreográfiát bemutattak. Ez egy fantasztikus esemény volt akkor. Ez volt az az időszak, amikor a több évtizeden működő néptánckutatás, aminek nem volt a színpadi táncművészethez visszacsatolása, tulajdonképpen visszacsatolódott. Ha már egyszer van egy fejlett néptánckutatásunk, akkor már hozzuk közös nevezőre azt, ami a színpadon történik. Mindazt a munkát, amit a népzene kutatásában, gyűjtőkutató munkába fektettem, meg a 18. századi magyar dallamanyag és a népi dallamok összehasonlításában fektettem, mindezt a munkát szerettem volna kamatoztatni az együttesem tevékenységébe. 28 általunk ismert népi táncnak találtam meg a zenei előzményét a 18. századi gyűjteményekbe. A tánckutatók nyilván csak néhányról beszélnek, 3-4-ről beszélnek, mert a tánc, konkrét tánc leírás nincs többről. De ha a zenei oldalról vizsgáljuk a dolgot, akkor ennyi, 28 táncnak már meg lehet. Tehát a táncok nagy részének, a régi stílusú táncaink nagy részének meg lehet a zenei előzményét találni régi gyűjteményekben. Lesz két zenekar, ezt is talán kétszer tudtuk összesen eddig megcsinálni. Az egyik egy népzenei együttes, a másik leszünk mi, akik a 18. századon játsszuk. Mi attakkal dobálgatjuk staféjszerűen a dallamokat, amelyek között nem csak stílusban, hanem nem egyszer konkrét dallamváltozatok is megszólalnak. És közben a tánc marad, tehát a táncosok közben táncolják rá a táncot, mondjuk megszólal egy felsőmaros menti sebesforduló, és a dallamnak egy 18. századi változata.